Nyírbátor a kétszer született város. Ezt a címet kapta az önkormányzat által készített kötet, amely olyan eseményeket, programokat, fényképeket, történeteket tartalmaz az elmúlt 50 évről, amely meghatározó volt a település életében. Nyírbátor éppen 5 évtizede 1973. áprilisában kapta vissza városi rangját. A jubileumhoz kapcsolódóan összesen több mint 100 rendezvényt tartottak idén. Egészen az adventi időszakig folyamatosan nagyon sok rendezvénnyel, különböző sporteseményekkel, kulturális eseményekkel, hivatalos ünnepségekkel, díjátadó ünnepségekkel ünnepeltünk. Nagyjából 100 rendezvény volt, ami az 50 éves évfordulóhoz kapcsolódott, és én azt gondolom, hogy mindenkinek volt lehetősége kortól, nemtől, érdeklődési körtől függetlenül bekapcsolódni ebbe a városi ünnepség sorozatba. Máté Antal hozzátette, az év első részében sikerült stabilan tartani a város gazdasági helyzetét, így saját forrásból is valósultak meg beruházások. Pályázati támogatásokból turisztikai fejlesztések is elkészültek 2023-ban, az önkormányzat pedig már az újonnan induló felhívásokra is sikeresen pályázott. Ami a legfontosabb volt, hogy gyakorlatilag a top plusz pályázatokból az önkormányzat mind a 10 pályázatát, amit benyújtott, azt megnyerte. Így elindulhatott ezeknek az uniós programoknak az előkészítése. Ebből az első beruházás már idén egy óvoda teljes felújítása be is fejeződött, át is adtuk pár nappal ezelőtt. A másik 9 beruházásból is már 4-ben vállalkozási szerződést kötöttünk, és a többi is már a közbeszerzés szakaszában tart. Terveink szerint 2024 őszére mind a 10 uniós pályázat befejeződik. Ez azért fontos, mert körülbelül 4 milliárd forint fejlesztés jelent a városnak, ami rendkívül magas, és nagyon örülünk neki. A városvezetés kiemelt célja, hogy fenntartsa az ipari-gazdasági növekedést, ehhez szorosabb együttműködést terveznek a vállalatokkal. A béllakás program folytatásával pedig egyrészt a cégek munkaerő hozzájutását, másrészt a nyírbátori fiatalok helyben tartását próbálják elősegíteni. Mi a munkaerő biztosítása szempontjából az két nagyon fontos célterületet látunk. Az egyik az, hogy javítani kell a fiatalok helyzetét, a legfontosabb, hogy helyben tudjuk tartani a Nyírbátorban és a környéken élő fiatalokat, ezért tovább folytatjuk a bérlakás programunkat, mert ebben hiszünk, hogy ha tudunk a nyírbátori fiataloknak lakást biztosítani, könnyebben vagy bátrabban mernek Nyírbátorban maradni és minket választani. Ez az egyik nagyon fontos dolog, és a másik a cégekkel egy nagyon szoros együttműködés a technológia fejlesztés területén. Szerencsére olyan vállalataink vannak, akik ebben partnerek. Magyarul, hogy a kapacitások, a növekedés az úgy legyen biztosítható, hogy az most már egyre inkább kevesebb létszámnövekedéssel járjon, és azok a dolgozók, akik a rendszerben vannak, akik a gyárakban dolgoznak, ők inkább nagyobb hozzáadott értékkel, magasabb fizetésért tudjanak dolgozni. A polgármester hozzátette, folyamatban van egy idős lakópark kialakítása is Nyírbátorban. Itt 21. századi alacsony fenntartású lakásokat vehetnek igénybe a helyi és környékbeli időskorúak. Ezzel azt is elő tudják segíteni, hogy a család alapítás előtt álló fiatalok kedvező báron jussanak hozzá ingatlanhoz, amelyet aztán felújíthatnak.